Tudományos képzéseit népszerűsíti a Nyíregyházi Egyetem. A Jeep, vagyis Junior Engineer Education Program elsősorban a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakokra fókuszál. Készségfejlesztő előadások, élményközpontú szakmai napok és konzorciumi partnerek segítenek a hallgatóknak. Köszöntöm a stúdióban Dobroné doktor Tóth Mártát, aki a projekt szakmai vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy ez a projekt hogyan illeszkedik a az egyetem nagyobb stratégiai programjába. Mindenféleképpen a beiskolázásunkat erősíti, segíti. Tudjuk azt, hogy az utóbbi években a természettudományos tantárgyak, mérnök szakok felé, illetve az ehhez szükséges érettségi tantárgyak, érettségi irányában nagyon visszaesett a kereslet, illetve nem nagyon szívesen tanulnak tovább matematika, fizika, kémia, biológia tantárgyakkal a diákok. Ugyanakkor Én... a piacon pedig nagyon nagy a kereslet. Nagyon keresett. nagy a kereslet, így van, tehát a mérnököket nagyon várják. Aztán azokat a tanárokat, akik természettudományos szakokkal párosítanak, hiszen a Klebersberg ösztöndi is segíti, támogatja őket. Hát igazából azért nagyon fontos ez a pályázat, hogy egy kicsit motiváljuk, orientáljuk és kedvet adjunk a diákoknak ahhoz, hogy bátran válasszák ezeket a tantárgyakat, szívesen tanulják ezeket a tantárgyakat, érettségízzenek, akár szinten is belülük, és válasszák a nyregyházi egyetemnek azon szakjait, ahol akár gépészmérnökök, közlekedésmérnökök, vagy programtervező informatikusok lehetnek, vagy olyan tanárok például, hogy biológia, kémia szakpárral, vagy egyéb olyan nagyon jó szakpárokkal, amelyek biztos, hogy állást fognak nekik biztosítani. Kifejezetten a középiskolások a célcsoport, vagy nyitott az egyetem, minden korcsoportra. Elsősorban természetesen a középiskolások, hiszen ugye, ahogy említettük is, szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének, és egy kicsit erősítenénk a jelentkezési arányunkat, de nem lehet ezt elég korán kezdeni. Tehát az általános iskolás gyerekeket is megcéloztuk, és olyan programkínálatunk van, amivel nekik is vonzóvá tehetjük ezeket a tantárgyakat, és én bízom benne, hogy el fognak gondolkodni, hogy érdemes ezeket a tantárgyakat komolyan venni, komolyan tanulni, és olyan szakpárokat találni és keresni, és ügyesen érettségizni, ahol aztán be is juthatnak, és mint diplomás szakemberek nagyon jó állásokat kaphatnak. Feladata van ebben a projektben a pedagógus szakoknak is, hiszen ők pedig az általános és középiskolákkal vannak Szorosabb kapcsolatban? Igen, és ennek nagyon örülünk, hogy a pályázat támogatja a tanárjelölteket, tanárszakokat, hiszen ha belegondolunk, akkor a tanároknak nagyon nagy szerepük van a diákoknak a motiválásában, irányításában. Az, hogy egy tanár hogyan tanítja a matematikát, a fizikát, a kémiát, a biológiát, az informatikát, ez meghatározza, hogy mit fog a diák választani továbbtanulási tantárként, hogy fog orientálódni, milyen fakultációra fog majd jelentkezni. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy már a tanárjelölteket is úgy készítsük föl, hogy olyan módszereket közvetítsünk feléjük, amelyekkel játékos formában e, tudják a tananyagot átadni, vagy olyan munkaformákkal, ami inkább a csoportmunkát, a csapatépítést erősíti, hiszen az a tapasztalatunk, hogy a nagyvállalatoknál, főleg ahová mérnökként fognak elhelyezkedni, vagy informatikusként fognak elhelyezkedni ezek a diákok, ott nagyon fontos a csapatszellem, nagyon fontos a kreatív gondolkodás. és és elsősorban azokat a skilleket, kompetenciákat kell erősíteni, amit a tanárok tudnak segíteni, és én azt gondolom, hogy ez a jövő, és erre kell koncentrálnunk és fókuszálnunk. Egyre többet hallunk az élményközpontú uh, tanításról, Igen. tanulásról is. Igen. Kik azok a konzorciumi partnerek, akik együttműködnek ebben a projektben? Nekünk az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség a konzorciumi partnerünk, velük együtt rócsókat szervezünk és a rócsóknak az a szerepük és feladatuk hogy három etapban szólítják meg a gyerekeket. Az elsőben fiatal mérnökök mondják el, hogy miért érdemes tovább tanulni, hogy milyen szakokat érdemes választani, hogy ő konkrétan hol tanult, és milyen nagyvállalatnál dolgozik, és milyen munkakört tölt be, és milyen élvezetes ott dolgozni, és mennyire jó, hogyha akár mérnök, akár informatika területen helyezkednek el majd. A második etapban arról szól az egész rúcsú, hogy olyan érdekes fizikai és kémiai kísérleteket mutatnak be, szintén fiatal kollégák, mégpedig még a Győri Mobilisnek a fiataljai jönnek el, amivel hát szintén felkelthetik a diákoknak az érdeklődését. A harmadik részben pedig kis csoportokban foglalkoznak a gyerekekkel, ahol a gyerekek már saját maguk csinálhatják végig a kísérleteket, és hát nyilván az a lényege és célja, hogy érezzék, tapasztaljanak, és hát motiválják, és lássák, hogy ezeket a tantárgyakat aztán majd miben és hol fogják tudni kamatoztatni. Mi az eddigi tapasztalat? Hiszen a projekt már 2017-ben elkezdődött, 2020-ig tart. Azért már itt a közepén tartunk, tehát igen van már. Valami. Így van, azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre jobban megismerik a programjainkat. Ezekkel a rócsókkal, illetve egyéb más programjainkkal egyre többen megismerkednek, barátkoznak és például ez a mi a címbe is benne van a pályázat címében, a Junior Engineer Education programnak például egy ez egy olyan központi kis mini mérnök képző kis hát kis szakot képzést hoztunk rétre, amivel gyakorlatilag azokat a tantárgyakat és azokat a laborokat és eszközöket ismerhetik meg és próbálhatják ki a diákok azokkal az oktatókkal, akik majd jelentkezés után tanítani fogják őket, ami például segíti, hogy megismerje még jobban az egyes mérnökszakokat a diák, és el tudja dönteni, hogy konkrétan őt melyik fogja érdekelni, és hogy lássa az infrastruktúránkat, tudja, hogy milyen közegben hol fog tanulni, kik fogják tanítani, és milyen célja van ennek a szakmának és ennek a szaktudásnak. Úgyhogy erre is egyre többen jelentkeznek, és lassan most már véges lesz a helyeknek a száma, hiszen ezt kis csoportokban jobb nyilván ezeket a képzéseket indítani, tartani. Mert akkor elmélyültebb és jobb tudást tudunk nyújtani a diákoknak. Mi az eddigi tapasztalat, mi az, ami a legvonzóbb a fiataloknak? Én azt Ebből tapasztalom, a hogy a laborlátogatásokat <kül> nagyon szeretik, a nyári egyetemekre is most már egyre többen jelentkeznek. És miért is? Azért, mert például egy mikroszkópban érdekes dolgokat megnézni, vagy egy, vagy egy, olyan robotot beprogramozni, vagy például egy, egy, egy olyan motormodellt megnézni, megtekinteni, kipróbálni, vagy anyagoknak a szakítószilátságát, vagy az elektromikroszkópos laborban különböző anyagokat megvizsgálni, ezek, ezek lehetnek nyilván valami gépészetből származó anyagok, de lehetnek biológiai minták. Ezek nagyon érdekesek, és hogyha ő készítheti elő a mintákat, vagy ő készítheti egy fotókat, vagy ő állítja be a mikroszkópot. Ezek nagyon vonzóak tudnak lenni, és azt tapasztaljuk, hogy leginkább ezek a programok azok, amikre jelentkeznek a diákok. Mik a pályázatban előírt legfontosabb számok? Tehát hány ilyen foglalkozást kell tartani, hány gyereket, hány fiatalt kell bevonni, és mi lesz ennek a kimenete, mi az, amit eredménynek tudnak majd el... Igen, tehát megvannak azok fogadni. az indikátorértékek, hogy például évente három rócsót kell, hogy tartsunk, évente kell tíz kutatóhelyi nyílt napot tartani, aztán kell kommunikációs programot szervezni, azt is évente legalább öt, ahol egy kicsit az érettségi tantárgyaknak a, az előkészítése folyik, illetve az érettségére való felkészítést tudjuk ez ezekkel segíteni. Úgyhogy természetesen mini állásbőrzék is be vannak kalkulálva, abból is kell évente kettőt, karriernapok, az például most lesz május 14-én, oda is szeretettel várjuk a középiskolásokat. Úgyhogy igen, ezek azok a programok, amik természetesen elő vannak írva, közel négyezer diákot szeretnénk közvetlenül megszólítani, és természetesen ettől sokkal többet tudunk elérni a weboldalunkon keresztül, illetve így az információ áramlással, és a mentorhálózattal ami megint csak egy nagyon jelentős része ennek a programnak. Mit jelent ez a mentorhálózat? A mentorhálózat az azt jelenti, hogy olyan leginkább volt diákjainkat szólítottunk meg, akik itt elsősorban a megyében helyezkedtek el tanárként vagy mérnökként, vagy nagyvállalatoknál informatikusként, és az a célunk, hogy elvigyük őket középiskolákba. Találkozzanak a gyerekek ezekkel a szakemberekkel, közvetlenül kérdezhessenek tőlük, hogyha nem tudnak eljönni akkor például FaceTime-on vagy Skype-on tudjanak velük érintkezni, mert... elérhetők legyenek, illetve bármikor kérdéseket tudjanak hozzájuk feltenni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mivel itt végeztek nálunk a Nyíregyházi Egyetemen, ezért egy 10-15 mondatban e, írják le magukról, hogy miért a mi egyetünk, egyetemünket választották, hogy miért ezeket a szakokat választották, és hogy érezték magukat a Nyíregyházi Egyetemen. És aztán egy pici rövid önéletrajzot is kérünk tőlük, ezek a kis bemutatkozásokat mi feltesszük a honlapunkra, tehát ott is elérhetik a diákok, illetve a tanáraik, hiszen azért tudjuk azt, hogy minden középiskolában azért ugye pályorientációs napok vagy órák vannak, akár osztályfőnöki órák keretében, vagy akár egy-egy napot kijelölnek egy fél évben vagy egy évben, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy találkozzanak ezekkel a mentorokkal a diákok. Vannak középiskolában is mentoraink, és akkor ők már a vállalati Szakemberekkel együtt, vagy jelenlegi hallgatóinkkal is fel tudják venni a kapcsolatot, és akkor a laborokba is el tudják esetleg hozni a diákokat, gyárlátogatásokat is tudunk szervezni. Tehát egy összetett komplex ez a pályázati program. Pontosan az a célja, hogy a tankönyvektől eljuttassuk a gyárakik, a vállalatokik a gyerekeket, és lássák és láttatni szeretnénk azt, hogy milyen út vezet odáig, milyen munkakörök léteznek, értsék ezeket a munkaköröket, tudják, hogy mit fognak majd ott dolgozni, és ennek alapján próbálják majd a továbbtanulásukat is előkészíteni. Dobróné, doktor Tóth Márta, nagyon köszönjük, és szívesen beszámolunk majd arról is, hogy hány százalékkal sikerült emelni a jelentkezők számát az egyetemen. Köszönöm szépen! Én is nagyon szépen köszönöm! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.